Szép jó estét, A legény az természetesen túlzás a közszolga a legényben, de a többit vállalom. A másik pedig, hogy én úgy gondolom, hogy nem szeretnék tanácsot adni, nem tudok tanácsot adni, és azt hiszem nagy képűség is lenne tőlem, de néhány gondolatot szeretnék megosztani az életemből, a házasságunkból, ami talán, talán majd tovább gondolásra késztet benneteket. Először is tisztázzuk, hogy mi a házasság. És igen, látjátok, igen, már összesuktak, hogy ez a hagyományos újságírást képviseli, mert itt van nála a cetli, meg itt van nála a nagy nyomtatott, hogy lásson is, olvasni, meg könyvben van, és nem. De ez, bocsánat, ez nem kritikai, én irigylem azokat, akik ezt jól, a kütyüket jól kezelik. Mindenesetre én most ezt kezelem, lehet, hogy kicsit majd csörögni fog a papír. Szóval, hát tisztázzuk először is, hogy mi a házasság. És most visszaidézek egy kedves kis sztorit, amikor a kilenc éves kislány megkérdezi az édesanyját, hogy anya, mi az a házasság? Hát a következőket mondta. Az egy kultúrált kifejezés, amikor az örökbe fogadsz egy felnőtt férfit, akiről az anyja már nem akar gondoskodni. Na, és szerencsére talán a feleségem nem így járt. Mi megboldogult fiatal koromban, az már sejtettétek, hogy az körülbelül mikor lehetett, középiskolában ismertem meg, ő volt. Els, hogy van? Én voltam harmadikos, és ő meg elsős. Mentünk egy buszkirándulásra, Sopronba, és aztán ott megismerkedtünk. Aztán folytatódott, csete paték, stb. És aztán elég fiatalon, 1973-ban úgy döntöttünk, hogy házasságra lépünk. Nem kellett nagyon noszoktatni engem, de azért már anyós jelöltem, föltette a kérdést, hogy na mikor döntesz már, fiam? Hát aztán kicsit meggyorsította a döntésemet. Na, mert tiszteltem az anyósomat már akkor is. És elkezdtünk egy csodálatos életet. Ez a csodálatos élet azt is jelentette, hogy édesanyáméknál laktunk, mert máshol nem volt hely. Ki kellett várni ezt a bizonyos szövetkezeti lakást 5-6 évig. Ott éltünk egy szobában, közben már nagy nagylányunk megszületett, aki most már nagylány, és hát így éltünk szépen. Én pedig előadó művészkedtem abban az időszakban, és elég sokat jártam az országot. Ez beszippantott, és a járólékos dolgok pedig csatlakoztak hozzá. Nevezzük, nevén, én nem mentem pián, nem szerettem az alkoholt igazán, de a nőket igen, tehát nem a, fiú, nem, nem a fiú, nem a kapcsolatokra vágytam, hanem a nőkre, és elég rendesen. Mi a legismertebb művészekkel léphettem fel, és jártuk az országot különféle körműsorokban, a, ma, ma, ma úgy mondják, hogy sztárok, és igen, ez beszippantott. Hát én is, engem is ismernek, hiszen bemutattak a magyar televízióban, akkor még egyetlen egy televízió volt, mindenki azt nézte főműsoridőben, szórakozatom műsorban léptem föl, egy keddi alkalom a keddeste, főműsoridő, szombaton szintén főműsoridő, három évig abból éltem, hogy hívtak. Beszippantott, és nem tudtam, hogy ördögi körforgás volt, és bizony a házasságunk már nagyon necces volt. Mármint, hogy én nagyon-nagyon-nagyon leromboltam ezt a intézményt, amit így, így neveznek, hogy házasság. Feleségem elég sok mindenről tudott, és azt mondta, hogy ő már nem bírja tovább. Édesanyám viszont csak annyit mondott, hogy hát én imádkozom érte, hogy majd helyreáll. Mama, csak ezt ne tessék említeni. Ő ugyanis egy ateista családból származott. Ne tessék ezt említeni. Ha Isten lenne, és ő tényleg jó, akkor nem engedné meg, mert mit csináltam én, hogy engem ezzel büntet. Lényeg az, hogy volt egy krízis a tizedik házassági forduló környékén. Ő már az elvállást meg elhatározta. Édesanyám csak annyit mondott, mint édesanyja, mint igazi édesanyja, egy gyermek anyja, hogy a fiam választotta ezt az életet. Ő mehet a bérletbe, ti itt maradtok a gyerekkel. Én ezt tudomására hoztam, mert ti család vagytok, a fiam pedig nem ezt választotta. Szeretem a fiam menjen a saját útján. Jött egy, rövidítenem kell, úgy sejtem, jött egy összeomlás természetesen, mert nem voltam az egy érzéketlen fatuskó, 14 éves koromban reform, tehát konfirmáltam, és hát időnként elmentem a református templomba, de aztán ez kimaradt egészen a 33 éves koromig, 1983-ig, amikor ez az eset történt, és akkor összeomlottam. Egy kórházi kivizsgálás folytán nem véletlenül egy református lelkészsel beszélgettem, később derült ki, hogy lelkész egyébként csak, és elkezdtünk Istenről beszélni, és mondtam, hogy igen, most én nekem, nekem szükségem van erre az Istenre, mert nagy bajban vagyok. Én már nem tudom rendezni a kapcsolataimat, már ígérgettem fűtfát, nem tudom már hozni, És édesanyámnak szóltam, hogy hozza be a Bibliát a kórházba. Behozta, és akkor édesanyám nagy örömmel, diadalittasan mondta a feleségemnek, hogy Érike, az a helyzet, hogy jó úton vagyunk, meg lesz, meg lesz. Mi lesz meg, mama? Tessék meg engem, békén hagyd ezzel. Hogy, hát bevittem a Bibliát, is, már fordul Isten fel. Jaj, még arra is fordul, hát bebudjant. Hát jól nézek kivel. Akkor hát most már ki kell várnom, mi történik. Most beviszik kórházba, és akkor másik kórházba viszik, vagy az elmeosztályra. Én ezt nem értem, mama. Tessék engem ezzel békén hagyni. A lényeg az hogy kikérezkedtem a kórházból, elmentem a gyülekezetbe, ez még Debrecenben történt, ott természetesen rólam szólt az ige, ki voltam terítve körül, és néztem, de hajosok vagytok, leadtátok a drótot, na köszépen. Minden, a belső emberem úgy, ahogy volt, ki volt terítve, és akkor én Jézus Krisztus mellett. ma bennem haza, feleségem nézett a hatodikról, ott laktunk akkor az új kedben, mondja, szóval, hát tényleg ez tényleg bebogyant, nem normál, ugrál, ugrál, nem normál. Megérkeztem, mondtam, hogy igen, tudom, tudom, ez a 86. fogadalmat, hogy majd minden rendben lesz. Nem, köszönöm szépen, nem. De két hét múlva eljött a gyülekezetbe, ugyanaz átélte, mint én, kell nekem Jézus Krisztus. Elindult egy csodálatos folyamat, máj napig is tart. Boldog vagyok, szeretem a feleségem, ő is szeret engem. Nem kicsit. Nagyon. Na hát erről nem volt szó, nem volt beépítve, nincs itt a cetlin, ez a könycsepp, na mindegy. Na hát akkor már elmondtam, hogy mi a hosszú házasság titka. Mi ezt gyakoroljuk, komolyan. Hosszú házasság titka többek között, amit mi gyakorlunk, el kell menni egy héten kétszer macsorázni egy elegáns, csöndes, kellemes muzsikában rendelkező étteremben, finom kajákkal, a fényes vacsora, el kell menni legalább kétszer. Ez a titok. Mi ezt gyakoroljuk, feleségem kedden én pénteken szoktam elmenni. <coughs> Még van nekem ilyen címszó fölírva, hogy választás, jó döntés, és milyen elegánsak voltak a kedves testvéreim, az előadók. Nem, direktben ők sem nyújtották a tanácsot, meg kell élni. Igen, meg kell élni. Jó döntés? Igen, ha hívő vagy, akkor jó helyen vagy. Ha az Istennél vagy, akkor nagyon jó helyen vagy. Ő tudja, hogy ki lesz a párod, és megteremti az alkalmat, nem úgy, hogy direktben. Ne kújtorodj, meg ne hagyts rá senkire. Ne. Ne add ki magad te már, hogyha 33 éves lány vagy. Ne add ki magad, hogy neked már nagyon kéne a férfi. Ne add ki magad. Bocsáss meg, azt én nem ítélem meg, ha valaki látszik, csak volt már olyan, és vettem a bátorságot, még a Debreceni gyülekezetben. Kedves testvérem, bocsáss meg, te mint nősi meg engem. Ezek egy baromira jól érzik, mint férfi, ha, 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 nem felejtett. De, de figyelj, ne add ki magad. Aljasok vagyunk mi férfiak. Visszaélünk fel, megérezzük, megérzik a férfiak. Ne add ki magad, ne hagyj rá, semmire. Eljön az idő. Nem a proféta beszélt belőle. Tudtam én, csak olyan lehet, hogy közhelyszerű kis baráti dolgot mondtam őszintén neki. Három és fél év múlva félhez ment boldog családanya. Anya, hangsúlyozom, anya, két gyermek, édesanyja. Isten adott egymásnak meneteket ajándékul. Még ha másiknak tő, sok hibája van, akkor is ő adott ajándékul. Mit jelent? Nem hivalkodok az ajándékkal, megköszönöm. És élek az ajándékkal, attól függ, hogy mit kaptam. És hálásnak lenni. És még egy kulcs dolog. Megint egy gyülekezeti dolog, muszáj idehoznom a házasságra legalább ennyire érvényes. Tudsz-e bocsánatot kérni? Úgy, ahogy az kell, az úr előtt rendezve, őszinte bűnbánattal. De a pároddal szemben is meg kell ezt tenni. És tudod mit? Nekem meg kellett égnem egy ilyen szituációban, hogy nem az a lényeg, hogy nekem 99 százalékig vagy 60 százalékban van igazam, mindegy, hogy kinek van igaza. Egyszer, és röviden elmondom a történetet, testvérnő leszúrt, én elég sokat mentem akkor is már forgatni, vagy éppen a rádiós munkába, és nem tudtam elmenni. Három hét után mentem vasárnap gyülekezetbe, és egyből köszönés nélkül, hogy hát ez nem lesz jó vége, hát mit képzelsz, nem jársz gyülekezetbe. És én bedúrantam úgy, hogy csütörtökön még ezzel, ezzel mentem melózni, hogy kattogott az ember, hogy jön ez ehhez, hogy engem ott leszúr. És tényleg bántott, fájt, stb. És azt súgta nekem az Úr, Szentlélek által, hogy Figyelj, tényleg rendezni akarod? Hát akkor két le, bocsánat. De én, hát na, én pont én, hát úgy megsértett, hát, hogy nem. Tényleg rendezni akarod? Akkor nem mindegy, hogy kinek van igaza? Igen, elvégezte bennem, rövidítem a történetet. Vasárnap találkoztam, ő már szinte került el a velem való találkozás, de oda mentem. Bocs, szeretnék tőled bocsánatot kérni. Azért mondom, mert haragot forgattam a szívemben. Engem ez lehúzott. És mivel irántad éreztem ezt a haragot, emiatt feltételezem, hogy téged is érintett. Én ezért bocsánatot kérek, nem akarom ezt hordozni. Természetesen könnyezett, és azt mondta, Imi, nekem kellett volna bocsánatot kérni. Mindegy testvérem, hogy, hogy kikezdi. Mindegy, hogy kikezdi. És nem tudom, mennyi van, de hát mi, mi ez a hatos? <laughs> ja, értem, már régen vége. De elmondok még két dolgot, kedves testvérem. 45 éves házassági évfordulónk volt június 23-án, tehát egy hétre rá, mint kedves kolos barátomnak az esküvője, csak néhány évet van, tehát korábban, és hát nagy ajándék nekünk is, ugye 50 éve ismerjük egymást. De egyébként János bácsi még Ibolya is ünnepelte a 45. házassági évfordulóját, egy kedves ismerős, is mondta, és mind a kettő meghatottan ott ült a torták mellett, a családtagok mellett minden, és akkor mondta is Ibolyan én, hogy jaj, látom Jánosom, hogy te is úgy meg vagy hatód, hogy visszagondoltál erre a 45 évre, ugye? Hát igen, drága fiam, Valóban, hogy végig gondoltam ezt a szép 45 évet. Hogy emlékszem is rá, hogy 46 évvel ezelőtt, amikor a városi bíró édesapád rajta kapott bennünket, hogy ölelkezünk, hát csak annyit mondott nekem, hogy na fiam, ide Vagy 45 év börtön, vagy elveszett holnap után a lányomat? Hát úgy belegondoltam, drága szívem, most szabadulnék. Testvér, ha már ennyire visszajöltem a bizalmatokkal, mi a hosszú házasság titka? Muszáj vagyok elmondani, mert mostanában történt velem az önátadás az Úrnak, de az önátadás minden területen. A szakmában nem mindig tudtam ezt megtenni. Hát mégiscsak a, a, talán rutinos rádiós, televíziós műsor készítőnek ezt, e, lehetek már ennyi év után. De az utóbbi években mindig úgy imádkozom, Uram, te hozd elém a szemét, a témát, a befejezést, a kezdést. Ma is így történt. Uram, szeretném ma este valamivel befejezni. Nem is gondoltam én akkor így a szüleimre. Édesanyám ugyanis Alzheimer kóros volt. Sok élményem volt, nagyon pozitív élményem ezzel kapcsolatban utólag, amikor Alzheimer társaságnak segítettünk különféle művésztársakkal, sajtósokkal és ma délután találkoztam, másfél órával előtte, mire jut, ide jöttem a rádióban, az interneten, egy pársoros megosztással, ezt szeretném idézni végezetül, és nagyon rövid ígét olvasok a végén, megnyugtatásképpen. Tehát személyes kapcsolódásom, és őszintén mondom, ott sírtam, hogy ezt édesapám szinte szó szerint ezt mondta el, mint ami a történetben majd mindjárt fogjátok hallani. Az utolsó öt évben már nagyon kemény volt a történet édesanyámmal, pedig ők egyetemistákat lelki gondozott. És én nem értettem akkor. De aztán egyszer megértettem. És ez talán elmeséli. idős bácsit kérdeznek, miért van az ön felesége az öregek otthonában? Ő azt válaszolta, mert Alzheimer korban szenved. Ekkor azt kérdezték tőle, az önfelesége foglalkozna azzal, ha ön egy reggel nem hozna reggelit neki? A férfi azt válaszolta, ő nem emlékszik. Nem tudja azt sem, hogy én ki vagyok. Öt éve már nem ismer meg. Meglepettem, mondták neki, milyen csodálatos dolog ez, drága bácsikám. Ön még mindig viszi a feleségének a reggelit annak ellenére, hogy ő már nem is ismeri meg önt. Miért? A férfi elmosolyodott, a felesége szemébe nézett, megszorította a kezét, aztán azt mondta, Hö -hö, ő nem tudja, hogy én ki vagyok, de én tudom, hogy ő kicsoda testvér, így tudod, oda kell adni az Isten kezébe. És hogyha megvolt az önátadás, át tudod ezt élni, próbák, csalódások, fájdalmak, kilátástalanság mellett is, Krisztus győztes a te életedben is. Ezt kívánom nektek, és büszke vagyok rátok, drága fiatalok, hogy ilyen légkörben Tölthettem veletek az időt, és még remélem maradhatok egy kicsit, és akkor az azt jelenti, hogy nagyon nagy, nagy gázba volt, csak 15 percig beszéltem. <hül> Isten igényét olvasom kívánságként, és köszönöm vele a megtisztelő figyelmeteket. Példabeszédek könyve, negyedik rész, 23. vers. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amen. Szervusztok. Köszönöm.